Sziasztok, szép napot, szuper csapat! Én Talassa vagyok, ez pedig itt a Segíts Magadon videócsatorna, és ma úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek ígéretemhez híven, hogy hogyan kell lefóliázni egy ajtót. Végre eljött a várva várt pillanat, lehet fóliázni az ajtót, és ennek most már nagyon örülök, mert végre az összes ajtóm akkor szép lesz, ha végre kész lesz. És én úgy szoktam kezdeni, hogy a fóliának a tetejét azt mindig beszoktam hajtani egy olyan 3-4 centiben, mert tehát ez a kis négyzet, ez itt 1 centi hosszú, és itt van a harmadik centim, itt majd szépen fogom behajtom ezt a fóliát. Azért szoktam végig a tetejét behajtani, mert szeretem túllógatni az ajtón a fóliát, és kevésbé lesz majd ferde a fólia, amikor felrakom az ajtóra, illetve az oldalán is mindig egy kicsit túl szoktam lógatni a tapétát az ajtón, mert én rá szoktam hajtani a tetejére is, meg az oldalára is a fóliát, pont azért, hogy könnyebb legyen majd az ajtót takarítani. Mert egész egyszerűen annyira nehéz ezeknek a panellakásos ajtóknak a tetejét takarítani, hogy az valami eszméletlen, mert valahogy nem tudom milyen rücskösre, vagy nem tudom milyenre durvára meg van hagyva, és beleragad a por, de amikor letörölném mondjuk egy vizes rongyal, akkor a rongy is beleragad az ajtó tetejébe, és egyszerűen elképesztően undorító takarítani őket. És a múltkor, amikor glettelni kellett, meg csiszolni kellett, ugye az ajtóknak a keretét azt mindenhol szépen fogtam, és ezzel a festőszalaggal körbe ragasztottam, de az ajtók tetejét nem. És ahogy rajta volt, meg volt hagyva a tapéta az ajtó tetejére is, tök jó volt, mert szépen fogtam. A fóliának egyébként semmi baj nem lett a portól, mert alá sem tudott menni, úgyhogy ez valami zseniális ez a fólia, nekem nagyon-nagyon bejött. És a lényeg az, hogy amikor már a festéssel készen voltam, akkor egyszerűen csak a tetejét fogtam, letöröltem, és kész volt. Magyarázok, de nem mondom, hogy mit kell használni a fóliázáshoz. Tehát, ugye nyilván magát a fóliát, és ha jelölni akartok bármit, akkor mondjuk egy alkoholos filcet, és bátran használhatjátok ezt a filcet, bármelyik alkoholos filcet, mert nem üt át a tapétám. Illetve vonalzót. Van olyan vonalzóm, amelyik merev. Ez viszont azért jó, hogy ha ilyen sarkokat kell lefóliázni, és mondjuk el kell vágni magát a tapétát, mondjuk így, akkor ez rendesen ráfekszik a felületre. Mert volt olyan, ahol a normális vonalzóval egyszerűen nem tudtam dolgozni, mert ilyen domború volt, vagy nem tudom milyen volt a felületem. Aztán hát nekem simítóként tulajdonképpen egy ilyen laptop tisztító szolgál. Használtam én ezt mindenre már, csak laptop tisztításra nem. De szóval igen, ez a kis filces felület, ez egészen zseniálisan tudja a fóliát a felületre ragasztani. Illetve a másik zseniális dolog, és Jucik tudja, hogy nem ilyet használ, de ez ilyen jégkaparó az autóhoz. És ez a gumis rész, ezzel is tök jól le lehet dolgozni a fóliát kisebb felületeken, illetve ez a kis hegyes, vékony rész, ezek a kis pici élek, sarkok befóliázásához remek. Úgyhogy én ezt szoktam használni, illetve még az én kis tapétavágóm. Behajtottam a fóliámat, aztán esünk neki. Amiről rendszeresen elfeledkezem, az, hogy kicsike vagyok, és nem érem föl az ajtónak a tetejét, úgyhogy hoztam magamnak egy sámlit is. Csak hogy elérjem azt, amivel dolgozni szeretnék, mert egyébként meg igazán lehetnék még vagy 5 centivel magasabb, de nem vagyok. Na mindegy. Hagyom, hogy a fólia az úgy, ahogy van,
szépen kiengedje magát is. Így. Elkezdem felragasztani. Illetve még arra figyelek, hogy itt az oldalán is túllógassam az ajtónak az oldalán a tapétámat. Egy kicsit, és akkor ez nekem tökéletes lesz, hogy a biza, ja, szuper. És akkor innentől kezdve akár bízhatjuk magunkat a gravitációra is, mert hogyha jófajta ajtónk van, ahol nem feledkeztek meg a derékszögekről, meg ilyenekről, akkor olyan szépen föl fog ragadni a fólia erre a felületre, hogy öröm nézni. Ja. Itt majd a végén kezdek valamit ezzel a túlrógó résszel. De most itt két oldalt elkezdem lehúzni ezt a védő réteget, és középről lefelé elkezdem belőle kiszedni a levegőt, és megbeszélem az ajtóval, hogy maradjon. Ha ilyen fura hangokat hallotok, nem kell megijedni, ilyenkor csak a levegőt hajtom ki a tapéta alól, és már is tökéletes, buborékmentes felületet kapta. És olyan szép, végre ez is olyan szép lesz. És mindig egy kicsit húzok csak lefelé belőle, mert hogyha egyszerre túl nagy felületen húzom le a tapétát, az a tapasztalatom, vagyis hát ezt a védőréteget, akkor így elkezd felpuposodni, mert valamelyik részen már leragad, valamelyik részen még nem ragad le, és hogyha túl sok ez a leragadt rész, akkor nagyon nehezen lehet kihajtani alul a levegőt, úgyhogy én egy kicsit ilyenkor vissza szoktam szedni. És az a zseniális ebben a tapétában egyébként, hogy ha ügyesen tudod visszaszedni, már pedig miért ne tudnál ügyesen visszaszedni, akkor nem nyújtod meg. És volt olyan ajtóm egyébként, szóval volt már olyan ajtóm, ahol körülbelül elsőre vagy másodszorra tapétáztam, mert nem emlékszem rá, de ahol ötször szedtem vissza a felületről a tapétát, és ugyanúgy tök jól megragadt rajta utána is. És ugyanezt a márkát használom, amit egyébként Juci, csak nem tőle rendeltem. Úgyhogy... ja. Ja. De jó, így én is látszott meg a felület is. Fantasztikus. Nagyon király. És hogyha egy picit meggyűrődik, még azt is ki tudod javítani. Úgyhogy zseniális ez a tapéta egyébként. A másik dolog, amit én nem szoktam, hogy így oldalra kihajtani a levegőt a fólia alól. Nekem valahogy nem jött be, nekem ilyen nagyon pici kis puklik maradtak a fóliámon, és nem értettem, hogy miért. Aztán elkezdtem csak lefelé húzni ezt a simító eszközt, és így nem maradt olyan sok puklim. De igazából szerintem ezt ki kell tapasztalni, hogy kinek mi válik be. És van olyan rész, például itt nem tudom, hogy mennyire látja a kamera, tehát itt van olyan rész, ahol az Istennek nem akar kimenni a levegő, erre találta föl a Jóisten a gombostűt. Tehát itt van a kis puklim, szépen fogom, megbököm vagy két helyen. És ami fontos, hogy ne így oldalt pökjetek ezzel a kis tűvel, így, hanem
szempont. Mert akkor nem fog látszódni az, hogy hol böktél bele a tapétába. Arra azért én szoktam figyelni, hogy nem a ragadós tapétárhoz nyúlok hozzá, amikor így benyúlok mögé, hanem a védőréteghez, hogy a kezemtől ne legyen zsíros ez a ragadós felület. Innen most már elérem! És még, ahogy elnézem, így is sikerült ferdére hagyni ezt a szerencsétlen fóliát. Mondjuk olyan durván nem, de meglátjuk, hogy milyen lesz a végeredmény. Ha nagyon fanatikus vagyok, még visszaszedem, ha nem tetszik. És egyébként én azért nem a festés mellett döntöttem, mert vagy három részből van ugye összerakva maga ez az ajtó. Ugye itt van ez a műanyag takaró, ami gyönyörű szép, tehát le a kalappa. Az ízlése előtt annak, aki ezt ide ráhányta. Hogyha jól kezdted el a tapétázást, mint látható, igazából nagyon gyorsan lehet ezzel a dologgal haladni, ha már felvetted a ritmust. Mondhatjuk úgy, hogy megy, mint a karikacsapás, meg az ágybaszarás. Egyébként az aljánál van sokszor imádkozás, mert előfordult már velem olyan, hogy annyi volt a tapéta, hogy még túl is lógott az ajtónak az alján, de volt már olyan is, hogy kimaradt egy olyan centi, fél centi, és utána vicces volt visszapótolni azt a fél centit. No, lehoztalak titeket ide magam mellé. Így. Fantasztikus. Úgyhogy befejezem még ezt a lenti részt. Ami még egy nagyon hasznos dolog tud lenni, hogy szépen fogod a kis tapétavágódat, és amikor már túl sok az alja ennek a tapétának, akkor szépen csinálsz neki egy ilyet. Mondom egy ilyet. Na. És akkor így a nagyon sok fölösleg papírt így kiszeded, és attól, mert meggyűrödhet egyébként a tapéta, hogyha alatta túl sok ez a védőfólia, akkor meggyűrödhet egyéb iránt a tapéta, meg befeszülhet, meg tudom én. Úgyhogy ha már túlságosan lelóg a földre, vagy túlságosan visszakunkorodik, vagy valami, akkor én mindig leszoktam vágni, mert volt már, hogy azért feszült be a tapétám, mert hogy ellentartott neki alulról ez a védő cucc. A legközelebbi adag tapétát azt Jucitól fogom rendelni, és akkor sem akarom, hogy promózzon, mert nem. Meg szponzoráljon, meg mit szoktak csinálni ilyenkor. Tehát, ja, nem kérek szponzorációt, meg semmit sem, csak egész egyszerűen meg akarom mutatni én is. Hát, ha valaki nem ismeri őt, mármint Jucit, akkor kis ingyen reklámot csinálok már neki, mert igazából annyira inspiráló a csaj, hogy komolyan mondom, imádom. Tudjátok, ha ő nincs, akkor lehet, hogy még 10 évig elnézegetem ezeket az ocsmányajtókat, csak mert neki, nem áll, merek nekiállni ennek a tapétázásnak. Vagy nagy duzzóval fogom, veszek valami festéket, ami lehet, hogy nem lett volna jó a fára, de jó a műanyagra, vagy jó a műanyagra, de nem jó a fára, és lefestem, és utána nincs sikerélményem, úgyhogy örök hálám. És ilyenkor van az, hogy amikor teljesen az aljához elérek, hogy ugye itt a védőcucc az kicsit föl nyomja magát a tapétát, úgyhogy egy kicsit óvatosabban szoktam ilyenkor bánni a tapétával, hogy ne védjön meggyűrődni, és csak ilyen lájtosan
Mondjuk az aljában nekem mindig több pukli szokott lenni, pont azért, mert mindig elóvatoskodom itt a végét. De egyefene, majd kiszurkálom. Izguljatok velem! Hát most vagy ferdén tapétáztam, viszont akkor nem olyan túlságosan. Vagy nem tudom. De azért ott látom azt a fehér csíkot. Legalább nem fél centi, hanem egy ilyen, mit tudom, ilyen pár milliméteres észrevehetetlen valami. Úgyhogy én ezzel az aljával itt most nem nagyon fogok szenvedni, hogy ezt a fél millimétert ilyen lepótoljam. De cserébe megmutatom nektek, hogy a tetejére én hogy szoktam fölhajtani a tapétát, hogy az nekem jó legyen. Tehát miután már az egész felületet letapétáztam, ezt az ajtót nem tudom beérnyitni, mert útban van a szekrényem. Úgyhogy hát egy kicsit faramúci megoldással, de megoldom a problémát. Itt szépen fogom és feszesre kihúzom magát a tapétát. Ne ragadj össze, vissza. Szóval már el lettél vágva, drága szívem. Miután sikeresen ketté vágtuk a felső csücsköt, utána feszesre kihúzzuk a tapétát, és ezzel a kis simítóval ide lábujjhegyre állok, pici vagyok, így elkezdem lesimítani a tapétát a ajtónak a tetejére, és mivel most nem látom a tetejét, mert nem létrán állok, ezért csak a kis kezemmel érzem azt, hogy sikerült-e megfelelően buborékmentesre felragasztani a tapétát, illetve a saroknál nem ragasztottam még le, tehát ott nem simogattam le az ajtóra a tapétát, mert most jön a barna trükk. Elkezdem itt oldalt is, szeretem körbe mosni az ajtót, szépen, türelmesen, óvatosan, és a másik kicsit erőszakosabb gumis simítómmal ide föl nyomni a ajtónak a szélére ezt a dizájnfóliát. Miután elkezdett felsimulni az ajtómra ez a fólia, nem kezdek örülni rögtön magamnak, mert itt még ezt a zsanért, most itt lehet, hogy magától a fóliától nem annyira látszik, de ezt itt elkezdem majd szépen körbevágni, hogy bármikor kibe lehessen csavarni a csavarokat, és elkezdem körbevágni itt a zsanérnek a széleit. És hogyha ügyesen megtalálod a zsanérod széleit, nem tudom, hogy pont nem látszik a kezemtől, az nagyon király. De hogyha ügyesen megtalálod a zsanérnek a széleit, akkor mint egy vonalzót tudod használni, és ezzel a tapétavágó eszközzel úgy szépen rá tudod applikálni a zsanérra, vagy a zsanér köré a fóliádat. És akkor a következő zsanéroknál ugyanezt megcsinálom. És eljön az a pont, amikor mondjuk nem akar felragadni a tapéta, mert mondjuk érdes a felület, vagy mit tudom én, nem lett eléggé portolanítva, vagy tök mindegy, de kényeskedik a tapéta. Mondjuk ilyen már előfordult, és leginkább akkor, amikor érdes felületre próbáltam felragasztani. De van egy csoda fegyverünk, egy hajszárító, és egyébként azért van a csőre ide ráragasztva,
mielőtt így kérdezitek, mert egyébként ledobja magát. És nem tudom, látszik-e, de nagyon szépen simul. Most már a tapéta rá a felületre. De arra azért vigyázzatok, hogyha a nagyon forró funkciót használjátok a hajszárítón, hogy ne égessétek össze magatokat, mert nekem már azt is sikerült. Győzelem, sikerült! Megcsináltam a szélét az ajtónak, úgyhogy egy dolgot viszont elfelejtettem megmutatni, hogy mi fog történni a sarokkal, és akkor azt most megmutatom nektek. Mivel viszonylag picike a felület, és ugye én ide nem férek be a kicsi ujjacskáimmal, és lehet, hogy még ez a izése, simítóse. Ezért az fog történni, hogy egy kicsit megmozgatom az ajtót, hogy látjátok, magától már be is ment a sarokba a helyére a cucc. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt is azért óvatosan, odafigyelve, mert könnyen lehet az, hogy inkább meggyűrődik és csúnya lesz, mint hogy beigazítsa saját magát. És győzelem, és most már szép maradt a sarok. Így kell ezt csinálni. Most jön az ajtónak a másik oldala. Szerintem én ott csak fóliázni fogok, magyarázni, annyira nem. De hogyha el fogok jutni ebbe a kis kimaradt részre, akkor nyilván meg fogom mutatni és el fogom mesélni, hogy én ezt hogy szoktam megoldani. Amit még nem mondtam el nektek, hogy ennek az ajtónak a tapétázásához nekem szükségem van egy 67,5 széles és 2 méter hosszú tapétára, illetve, vagyis hát kettőre, illetve a kis kimaradt kilincs résznél ott szükségem van egy 45 centi széles és 2 méter hosszú tapétára. Szóval, hogyha bezárod magad egy szobába, amiről már előzőleg leszetted a kilincset, azért figyelj, hogy a kilincs azért nálad maradjon, mert különben be tudsz szorulni. És azért kezdtem el tulajdonképpen magyarázni, mert mint látjátok, itt van a zsanér az ajtón, és azt is meg fogom mutatni, hogy hogyan lehet szépen körbevágni a zsanért, illetve hogy hogyan lehet körbetapítázni ezeket a kiálló részeket. Szokásos módon kezdjük a fóliázást, vagy legalábbis én. Szépen megfogom, ugye behajtottam a 3 cm-t, és utána elkezdem felragasztani a szokásos módon a tapétát, kicsit túllógatva, fönt is, meg oldalt is. Egyébként nem tudom, hogy kinek hogy van, de nekem mindig a tetejét a legnehezebben kezdeni, mert utána, amikor már ráragadt a felületre a fólia, akkor már igazából csak a gravitáció az, ami segít nekünk. És ami igazán jól meg tudja könnyíteni a dolgunkat, hogyha csináljuk az ajtónkat. Egyébként tökre szeretem ennek a tapétának a hangját, amikor kimegy belőle a levegő, mert olyan, mint ez a bukkantós műanyag csomagolás. És elérkeztünk a következő zsanérhoz. Itt a kis zsanér. Előveszem a kis tapétavágó eszközömet. Aztán előveszem a kis gorombább simító eszközömet, és itt az oldalt mellette kicsit vissza is szedek a tapétából, hogy jól rá tudjon úgy, meg mellé tudjon simulni. Majd itt még
érzem, hogy hol van a műanyag. Tehát kitapogatom. Ez hülyén hangzik, de ezzel az eszközzel nagyon faszán ki lehet tapogatni, hogy hol van maga ez a zsanér. Majd itt a teteje. Itt. Kicsit megpróbálok ráközelíteni, hát ha jobban fog látszódni. Tehát itt van a zsaníromnak a teteje. Én ezt itt látom is már, mert behajtottam, és érzem is, és itt a kicsit lejjebb tőle bevágom. És azért kicsit lejjebb, mert akkor fog az ajtóra pont úgy ráilleszkedni, legalábbis nálam, hogy pont a zsanér, nem tudom, a kamerám mi a fenéért nem fókuszál rá, de most jó. Tehát, hogy pont a zsanér és a ajtó közötti részben van benne a tapétám, úgyhogy most kevésbé fog látszódni, hogy ez itt körbe van nyiszatolva, ha ügyesen dolgozok. Illetve itt is ugyanezt a hókát megcsinálom, csak itt már óvatosabban. Mert egy rossz mozdulattal túlvághatunk a tapétán, és akkor, mint ott egy kicsit lehet, hogy látszik, kimaradt egy kis rész, de semmi gond. Szépen megfogom, nyesek a tapétából, és itt ezt úgy vissza tudom pótolni, hogy nem is látszik, hogy hol van a pótlás. Úgyhogy ilyen kis trükköket, ez egyszínű tapétával nem annyira működik, de az ilyen mintás tapétáknál azért egészen jól tud működni ez a trükk, úgyhogy ajánlom nektek is figyelmetekbe. Hogyha egy ilyen pengét nem tudsz eltörni, mert gyenge vagy, vagy akármi, akkor ne kísérletezzél vele, mert nekem volt már olyan pengém, ami... Ez egy eléggé merev valami, tehát el sem tudom hajlítani. Viszont van egy másik snitzerem, amit szintén ugye élezgettem úgy, hogy letörögettem a pengének mindig a végét, és viszont azzal nagyon óvatosan kellett benni, mert eléggé hajlékony volt ez a penge, és az egyik alkalommal így nagyon meghajolt, és beleállt ide ebbe a részbe. És így elsőre tudod, hogy így meglepődsz, hogy oké, és nem vérzett. Úgy az első 5 másodpercben nem. Na de amikor elkezdtem ugye szenvedni a tapétával, hogy akkor még itt Lukas, meg ott izé, vagy itt kell még kiszedni belőle a levegőt, meg akármi, és akkor egyszer csak érzed, hogy valami folyik le a kezeden, és nézed, hogy mi van a tapétán. A véred. Mármint, hogy az enyém. Nem volt egy túl jó élmény, és eléggé nehezen akart elállni ez a hülye vérzés, és hát pont ezért, hogy az ilyen baleseteket elkerült, ha nem bírod letörni a tapéta vágónak a végét, akkor inkább ne kísérletezz vele, mert igencsak meglepő tud lenni, amikor elvágod a kezed. Hogyha ügyesen dolgoztál, akkor az egyik oldalon lévő tapétát rábírtad hajtani a másik oldalon lévő tapétára. Na, akkor kezdjük el ennek a ajtórésznek a tapétázását. Ugye szokásos módon ezt a tapétát már itt behajtottam. Illetve még annyit tettem, hogy mivel ez egy 45 centi széles tapéta, ezért itt ezt a kimaradt részt, illetve a hátoldalán lévő kimaradt részsel együtt lemértem, az nagyjából 30 centi, hagytam még rá néhány centiméter ráhagyást, nyilván azért, hogyha mit tudom én, ferde lesz a tapéta, mit tudom én, ne legyen benne csík, ahol esetleg
kimaradna a tapétázás, tehát a két felület között, mert megmutatom, hogy szoktam én megcsinálni. Ugye szokásos módon kezdek tapétázni, hogy visszaszedem a védőréteget, és ahol az ajtóm hajlik, találtam egy jó éles, élezhető szikét, úgyhogy én azt csináltam, hogy ugye visszaszedem a tapétát, és körülbelül ott, ahol majd az ajtónál behajlik, ott a tapétavágó kis szikémmel fogtam, és nekiálltam megkarcolni, és most már gyönyörűen csak azt az oldalt fogom lehúzni a védőrétegnek, amelyiket még csak le kell húzni. Megmutatom, hogy miért. Ugye szépen fogjuk, és szokásos módon fölpattintjuk a tapétát ide az ajtónak a tetejéhez. Aztán szokásos módon elővesszük a kis simogató eszközünket, rásimogatjuk. Viszont itt most nem két oldalt húzzuk le a védőfóliát, tehát nem itt a szélén húzzuk le a védőfóliát, hanem középen, ahol be lett vágva. Ez mondjuk egy viszonylag veszélyesebb művelet, mert elszakadhat a tapéta, tehát ez egy nagyon-nagyon éles szike kell, ami csak azt, és csak úgy, és csak abban a formában, tehát hogyha így tartod magad elé a tapétát, és csak így végighúzod rajta a szikét, már akkor is vág, és akkor fogja csak ezt a védőfóliát elvágni. Egyéb esetben nem ajánlom, tehát hogyha nem elég éles a szikéd, akkor maximum csak a védőfóliát karcolod meg vele, és igen nagy káromkodások közepette fogod összegyűrni a tapétát, mert nem úgy fog szakadni. Egy kicsit, mintha ez az óda világosabb lenne. Nem! Jó lesz. Tökéletes. Ahogy. Viszont annyi előnyünk van, hogy mivel ugye még nem az egész felületre tapadt rá a fóliánk, könnyebben visszabírjuk szedni, könnyebben rá tudjuk venni a levegőt, hogy kijöjjön alóla, hogyha arról van szó. Így. És tudjátok, mi a nagyon, nagyon zseniális ebben a fóliában? Hogy ettől függetlenül, hogy én ezt a fóliát egy párszor már leszedtem, meg visszaszedtem, meg mit tudom én, tökéletesen működik, tökéletesen illeszkedik az ajtóra, és nem megy alá a por, és hogyha alatta letakarítottad az ajtót, és abszolút nem volt poros már maga a felület, akkor ezután hát egy jó darabig biztos, hogy nem fog alá menni por, nem fog lemállni az ajtóról, nem kell vele annyit szütyögni, mint mondjuk egy festéssel. Fú, de utáltam ajtót festeni bármikor is. És ilyenkor van az, hogy ferde a tapéta, látod? Ja, nem látod. Tehát itt látszik, hogy ferde a tapéta. Viszont semmi gond, mert visszabírod szedni. Könnyebben, mint egyébként, ha a teljes felületen van már a cucc. Csak én nem értem, mit lehet ferde. Lehet, hogy ferdén vágtam a védőfóliát, vagy pedig maga a másik tapéta a ferde. És nyugikább, hogy ha meggyűrődik a tapétád, akkor körülbelül csinálsz neki egy ilyet.
mint a Clorox reklám volt régen, hogy és a szövetnek se állt. Ja, lehet, hogy ez maradt, hogy ez a nagy felületű rész vett egy kicsit felbe. Hát na, van ez így. De akkor viszont meg tudod azt tenni, hogy mivel van elég ráhagyásod, de rohadtó melegen van. Szóval, mivel van elég ráhagyásod ezzel a 30 pár centivel, szépen megfogod, és csak beljebb ragasztod. És akkor itt már tökéletes, ahogy elnézem. Itt már fedésben van, látod? Itt már nem tudom azt megcsinálni, mint az előtt, csak előszakkal. Ha! Szépülünk! Ha benne van a kezedbe a bugi, akkor egy ilyen 67 centis tapétát, körülbelül egy olyan fél óra satsz per kb. 20 perc fél óra alatt föl lehet rakni. Ha nincs benne a kezedbe a bugi meg a gyakorlat, akkor egy olyan óra hosszát el lehet vele ámszütyögni. De... én mondjuk élvezek ilyen dolgokat csinálni, úgyhogy annyira nem bánom. Csak hogy úgy időben mire tudják készülni. No. És pont! Pont jó! Lukasszunk. Mert ugye van nekünk egy kilincsünk, amit vissza kell majd rakni a helyére. És most jön az, ami még nem volt, ami tulajdonképpen ennek a tapétázásnak a lényege, mert ugye föntről lefele már nagyon szépen tudunk tapétázni. Viszont mielőtt nekiállnánk lyukasztani, mivel hogy elég nagyok ezek a lukak itt a kilincsnél, ezért eléggé jól érezhetőek, hogy hol kell majd kivágni a fóliát. Úgyhogy egyelőre a lyukasztással még nem foglalkozom. Viszont azzal igenis foglalkozni kell ebben a pillanatban, hogy hogyan lesz ebből megoldva, hogy az ajtónak a másik oldala is szépen be legyen tapétázva. Megbeszélem az ajtóval, hogy igazodik, és nekiállok kihajtani a levegőt ott, ahol esetleg van, és ahová nem akarok levegőt. Ugye itt fönt még viszonylag könnyű dolgom van. Visszaszedem, az jó. És most ugrik a majom a vízbe, mert látjátok, itt elkezdem oldalról visszaszedni ezt a védő réteget. Igazából ne törődj vele, hogyha elszakad. Semmi gáz nincsen. Tehát, miután megoldottuk azt, hogy az összes ilyen védőfólia föl van szedve, először is elkezdjük visszasimogatni oldalra ezt a kis szokiságot. Megbeszéljük vele, hogy ha lehet, akkor ne buborékosodjon föl, mert annak mi nem örülünk. Abban a pillanatban, ahogy elértük az ajtónak a szélét mindenhol, fönt, lent, középen, mindenhol, abban a pillanatban nagyon örülünk magunknak, és elkezdjük, nem mint a... Tóth az anyját, de szépen lassan, finoman. Én kézzel szeretem behajtani így a tapétát, már csak azért is, mert jobban érzem azt, hogy mennyit enged még a tapéta, meg ugye van még egy zárnyelvünk is, amit majd körbe kell vágni. Úgyhogy csak szépen óvatosan itt nekiállok, és elkezdem az élit a kiskacsommal besimítani. Végig hosszig. És itt már nem az a lényeg,
hogy föntről lefelé hajtsunk levegőt, hanem az, hogy oldalra hajtsuk ki a levegőt. Pont azért, hogy itt se legyen buborékos, viszont itt már a fóliának nem a gravitációval lesz természetes az esése, hanem követni fogja az ajtónak a vonalát. És nagyjából hasonló egyébként ennek a körül vagdosása, mint a zsanéri. Ugye itt van a mi kis kedvenc zárnyelvünk. Csak itt azért könnyebb dolgunk van egy fokkal. És már is mondom, hogy miért. Megmutatom is. Ugye itt ez a kis zárnyelv, ami minket akadályoz. Ugye itt ezt most körbevágtuk, tehát föl tudjuk tapétázni. És tök mindegy, hogy ez a vágás milyen, mert nekünk nem csak ezt a zárnyelvet kell vágni, hanem majd én legalábbis ezt az egész fémrészt körül szoktam vágni. Tehát körbe szoktam szépen simítani a tapétával. Már csak azért, hogy minél természetesebb legyen a hatás. Szépen megfogjuk, kihúzzuk és így ráragasztjuk, vagy legalábbis behajtjuk. Mondjuk most éppen nem ragadt rá, azt nem értem, hogy miért, de ja. Tehát ki tudjuk küszöbölni a nagyon nagy gyűrűdéseket ezzel az egyszerű, ám de nagyszerű módszerrel. És lehet, hogy azért nem ragadt rá, mert a védőfólia az még rajta van. Most lesz jó! Na! Szuper! És hogyha meghúztuk egy kicsit ezt a részt, és úgymond majdhogy nem 100%-ig biztosak vagyunk abban, hogy ezt így szeretnénk hagyni, akkor a szélét, de csak is ennek az élnek a szélét megint fogjuk, és egy kicsit így le simítjuk a kis kezünkkel. Egyelőre nem kell brutálisabb eszközt használni a lesimításhoz, mert hogyha mégis vissza kell szedni a tapétát, akkor igencsak megszivatjuk magunkat, hogyha már eleve végig simogatjuk a tapétát a simítóval. Főleg azért, mert ugye itt azért már nyúlhat a drága, megfeszülhet, pontosan azért, mert nem segít neki gravitáció, sőt, néha többet árt, mint használ ebben az esetben, hogyha erre az oldalra dolgozunk a felülettel. Illetve felmerülhet a kérdés, hogy ennél az oldalnál itt miért nem használtam hajszárítót. Pontosan azért, mert hogyha itt megnyúlik a tapéta, akkor nem fog szövülni neki. És elég csak egy tized másodpercnél tovább a tapétán hagyni a szárítót, már is annyit megnyúlik a szerencsétlen, hogy rossz lesz nézni a végeredményt. És akkor itt már tulajdonképpen csak annyi dolgunk van, hogy ha már jól elegyengedtük a fóliát az ajtónak a szélein, hogy elkezdjük középre dolgozni a fóliánkat. Ja. Itt középen egy kicsit meggyűrödött a drága. Na most már legalább értem, hogy itt a lyuk, és ő ezzel a lyukkal nem bírjuk kezdeni. Mert ellentétben azzal, hogyha függőlegesen rakott fel a tapétát, még tud az ilyen horpadásokkal, lyukakkal, akármikkel kezdeni valamit a szerencsétlen. Viszont, hogyha egy oldalvást kap meg egy lukat, akkor ott azért igencsak meg kell vele beszélni, hogy lépjen túl ezeken a problémákon. De egyébként ezt a tapétázási technikát, amit csinálok, haladóknak ajánlom,
mert amíg még nem vagy gyakorlott a tapétázásban, és mondjuk így befeszül a tapéta, ahogy az előbb nekem, számtalanszor vissza lehet szedni a tapétát, de ha megnyúlik, akkor egyre rosszabb lesz a helyzet, egyre gyűrűbb lesz maga a fólia. Úgyhogy azt tudom javasolni, hogyha nem vagy még gyakorlott tapétázó, akkor ennél a toldásnál, amit most csinálunk, vágd ketté a tapétádat középen, csináld meg erre az oldalra, hajtsd be, csináld meg a másik oldalra, hajtsd be, és akkor igazából, ahol a középen összeír a két tapétát, tulajdonképpen nem fog látszódni, ha jó minőségű tapétát veszel.